szeretettel köszöntelek benneteket a Morphix Szeged Paris Saint-Germain hangol bajnokok ligája kérdezőjében. Tájékoztatóan engedjétek meg, hogy az asztalnál helyet foglaló úriembereket bemutassam. Paul González a vendégek mestere, Juan Carlos Pásztor a Morphix Szeged trénere, Luke Steins a vendégek játékosa és Jonas Sámán a Morphix Szeged játékosa. Welcome everyone to the press conference after the game between Morphix Szeged and Paris Saint-Germain handball. Let us introduce you first to the people sitting at the desks. First, it's Raul González, head coach of Paris Saint-Germain handball, and Paris Saint-Germain player Luke Steins. While from Morphix Szeged, it's head coach Juan Carlos Pásztor and our team captain Jonas Sámán. Megkérdem a vendéget mestereit, hogy értékelje a találkozót. Az első szó gratulációi természetesen. First, we would like to congratulate to the visiting team, and we would like to ask the head coach to share his thoughts about the game. Okay, first of all, I want to congratulate the president and the players. I think they are a good team, a strong leader, a very good data, and we knew that. We wanted to win here, and we have to be strong in defense, and we have to use the fast break, and think about the game in the first half. Először is szeretnék gratulálni a Szeged csapatának, úgy érzi, hogy nagyon jól támadtak és nagyon jól védekezett is a Szeged. Ez főleg az első fél időben és annak is főleg az első negyed órájában volt abszolút igaz, ekkor még nem igazán tudtak mit kezdeni a Szegeddel. Azonban ekkor váltottak védekezést, ami nagyon jól sült el, és ez a változás hozta meg gyakorlatilag nekik a sikert, innentől kezdve nagyon jól alakult számukra a mérkőzés. Nagyon örülök, hiszen számukra nagyon-nagyon fontos volt, hogy minden győzelemmel tudjanak távozni. Nagyon szépen köszönöm, következzen Juan Carlos Pásztor értékelése. Good evening, everybody. First of all, I would like to congratulate Paris. They made a very good job today. They deserve to win. For me, the key of the match is in the second half when they start to lead. In a moment, 24-24, they start to lead the match. We miss some situations in attack, but the key was our defense. No? We have problems in the defense. They score every time and goal. They start to lead, and we go behind them. No? We must continue to work, to believe in ourselves. We must improve behind in defense because we need counter-attack goals. In the second half, we didn't get. We have no opportunities to get these situations. They are a very good team. It's difficult, but we must believe we can improve in next matches. Először is szeretnék gratulálni a párizsiaknak. Nagyon-nagyon jó munkát végeztek és megérdemelték a győzelmet. A második fél időben, amikor megszerezték a vezetést, illetve a 24-24 után úgy érzi, hogy sokat hibáztunk támadásban, így nem tudtuk tartani velük a lépést. Ugyanakkor azt gondolja, hogy a mérkőzés mégsem ezen ment el, hanem a védekezésünkön. Hinnünk kell magunkban és fejlődni a védekezésben, hogy kontrákat vezethessünk, hiszen ez a második fél időben nagyon hiányzott a játékunkból. Nagyon jó csapat ellen játszottunk, és ismét gratulál nekik, és hiszen megérdemelten győztek. Szépen köszönöm, következzen a Paris Saint-Germain hónapvédős, a Luke Steins. Azt hiszem, hogy a magyar szurkolók megjegyezték most a nevét ezen a mérkőzésen, hiszen nagyon jól játszott. Milyen volt előről a meccs? Now we would like to hear the thoughts of Paris Saint-Germain's Dutch player Luke Steins. We believe that the Hungarian handball fans will remember your name after today's game because you had a really, really good game. How did you feel it from the pitch? First of all, thanks for the match. It was a big fight from the beginning to the end, I think, and
maybe we deserved both to win, but at the end we were lucky to win. And on the field it felt like first half we were still searching a little bit how to play and how to play our game. It's a long time ago that we play our last game together, and a lot of players played the World Championship in Egypt last month. So we had a lot of problems. We lost maybe too many balls, but we tried to continue and stay focused on the match. And I think in the end we started to play better and better. And, szóval először is szeretném megköszönni a mérkőzést. Nagyon nagy harc volt végig mind a két csapat között. Ő úgy érzi, hogy valójában mind a két csapat megérdemelte volna a győzelmet. Az első fél időben még keresték a játékukat, hiszen nagyon régen játszottak utoljára együtt. Sokan voltak Egyiptomban a világbajnokságon, azonban a mérkőzés vége felé, illetve a második fél időre már megtalálták ezt a játékot, megtalálták azt, hogy hol tudják föltörni a Szeged játékát. Fáradtak és örülnek a győzelemnek, hiszen nagyon nagy küzdelemben sikerült megszerezni a két pontot. Szerintem köszönöm, következően Jonas Sannan, a Hordi Szeged csapatkapitánya. Azt hiszem, Jonas küzdött, hajtott a csapat egész mérkőzésen. Azon a második fél idő döntő volt. Mit tört meg az első fél időhöz képest a második 30 percben? So Jonas, we believe that it was a great fight. We had a great start, but it seems like there was a break in the team's play. What do you think? What was the reason of that? Good evening, everybody. First of all, congratulations to Paris. I think they deserve to win the game today. They were a little bit better in the end of the game. And on your question, I think that he was not there in the defense. They make a lot of easy goals in the second half. We need to step up a little bit. We had a lot of problems. We didn't get them in the defense, and we didn't have the opportunity to have any counterattacks. So I think that was the biggest problem for us. We really wanted to win this game. We need points. It has been a really, really hard part of the season, first part of the season for us, and we really wanted to win today, but in the end we lost. So now we need to focus again. We can't put our heads down. It will come a lot of games here in February. So if we put our head down, we will have a hard time. Now we need to go up and show that we are a good team also when we have a hard time. Jó estét kíván mindenkinek, először is szeretne gratulálni a Paris Saint-Germain csapatának. Ő úgy érzi, hogy megérdemelten nyertek, hiszen a mérkőzés végén jobban játszottak. A kérdésre a válasz az, hogy védekezésben könnyű gólokat engedett a Szeged, így nem volt esély a kontratámadásokra. Nagyon-nagyon szerettünk volna nyerni, pontokra volt és pontokra van szükségünk, hiszen az első fél év a szezon első fele nem sikerült túl jól, nagyon-nagyon nehéz volt. Végül sajnos nem sikerült nyerni, de nem hajthatjuk le a fejünket, hiszen februárban rengeteg mérkőzés vár a csapatra, amint csak úgy tudunk sikerekkel végig menni, hogyha a fejünket fenntartjuk és kijavítjuk ezeket a hibákat. Szépen köszönöm. Van esetleg kérdésetek? Nincs, akkor nagyon szépen köszönjük. Thank you.